Szép jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a mai 35. klubestünkön. Mielőtt még a drága Szilviát felvezetném, egy programajánlót szeretnék elmondani, mert hogy ha valakinek hamarabb el kell menni, nem maradjon le róla. A legközelebbi program december 21-én megyünk egy csodálatos, misztikus útra Kovács Magyar András szervezésében, és engedélyt kaptunk rá, hogy Kecskemétről külön buszt indíthassunk. És várom még a jelentkezőket, vagy aki most gondolta meg, akkor gyorsan-gyorsan jelentkezzen, és akkor együtt mehetünk 21-én, és megbeszéljük majd az indulást pontosan. Hétfőn tudom én is meg, hogy hogyan oldjuk meg, és mikorra kell megérkezni, de az még mindig haditok lesz, majd csak a buszon fogjuk elárulni, hogy hova megyünk. Ezzel is érdekessé téve annak a napnak és annak az útnak a célját, jelentőségét. És azzal is tudod, egy kicsit izgulni az ember, mint amikor a karácsony fa alatt az ajándékokat pontod át jött ki. Ez is annak a jelenlege meg lesz benne. Hogy miért is megyünk 21-én, annak több oka is van. Már őseink is réges-régen több tízezer évvel ezelőtt is megünnepelték ezt a napot, méghozzá a téli napfordulót. És amióta megszületett Jézus Urunk 2000 évvel ezelőtt, ugyancsak december 21-én, azóta Jézus Urunknak a születésnapját is egy napon ünnepeljük, és azért fogunk igyekezni haza, hogy este 7 órakor a gyertyáinkat az ő tiszteletére és szentjeink tiszteletére meg tudjuk gyújtani. Tehát egy születésnapot is megyünk ekkor megünnepelni, köszönteni, és hogy a karácsony ezáltal ennek az ünnepnek is eleget téve, és ennek a misztériumát is megtapasztaljuk ott a helyben. De egy pár dolgot szeretnék Gézeli tőle elmondani, hogy mi is az, amikor nekifogunk és sürgölődnek a hölgyek a konyhába, és hogy a káposzta honnan való. Tudja valaki, hogy a karácsonyi étrendben honnan került bele a káposzta? Az egy régi hun étel. Vagy a sült húsokat kihozta be a karácsonyra, azt a frankok hozták be. Azután a forralt bor honnan származik? Kik készítettek a földbolygón először forralt bort? A maják, az indiának. Ők fedezték fel, és onnan van esetleg a tök is. Ugye? Azután hogy a halat is, ugye halászlét szoktunk főzni, és a halat Jézus Urunknak a kedvenc étele volt a hal. Hát ezekről és ennek mélyebb dolgairól is fog tartani nekünk előadást Kovács Magyar András. Én mindig nagy figyelemmel és nagy érdeklődéssel hallgatom őt, mert mindig van újabb és újabb csodálatos megközelítés, újabb információ a számunkra. És aki eljön, az készüljön arra, hogy a szabadban leszünk. Körülbelül egy 3-4 óra hosszát. Tehát rétegesen és melegen kell felöltözni, de szokott ilyenkor lenni egy kis forró tea, esetleg egy kis forralt bor is. És ezzel is tudjuk melengetni a lelkünket. Mind a mellett mindig szokott egy kis tűz is égni, mert hogy ez annélkül nem lehet, hogy egy tüzet gyújtsunk, mert hogy ne csak a lelkünkben legyen tűz, hanem körülöttünk is, amikor hűvös idő van, és aki fázik, akkor meg tud a tűz körül melegedni. A jövő évről szeretnék még egy pár szót mondani. Egy kis ízelítőket elkészült a tervezet, de a terv azért van, hogy legyen mitől eltérni, szokták mondani. Januárban például Horváth László Nék Kovács Terézia gombaszakértő fog a gombákról beszélni nekünk. Ehető, nem ehető, gyógyító gombák, nem gyógyító gombák, tehát ezek nagyon nagy tudással rendelkezik. Nem csak gomba szakértő, most egy felsőfokú végzettségre szerzett meg magának a napokba, úgyhogy azt mondta, hogy nem tudom hány ezer gombát kell neki fölismerni, úgyhogy nagyon nagy tudás és háttér van amögött, ami ő. És nem mellékesen a
A művelődési házban lévő gombaszakkörnek a vezetője, ugyanakkor pedig a gyógynövényklubnak a vezetője is, és hát ilyen téren is jeleskedik. Majd februárban a Subafalovégi Szabolcs barátunk fog kertészmérnök előadást tartani a Matrix Zorsz cseppekkel a mezőgazdaságban a biotermesztéshez való út, vezető úton vezet bennünket. Majd márciusban szekszárdi borvidékről jönnek el hozzánk egy kis borkóstolóval egyetembe. Egy szőlőparcellát beállítottak a biotermesztés szerűen, a Matrix Zorszal, és erre fognak majd beszámolót, tényszerű beszámolót tartani. Ha vannak borász ismerősök, vagy akik szeretik a bort, én is szeretem, tehát azoknak mindnek érdemes ezt eljönni, mert még ízletesebb, még finomabb, dinamikusabb lett a bor, ebből fogunk egy kis ízelítőt kapni. Azután Gergis Tibor barátunkat is elhívtam, aki hasonló szakmában dolgozik, mint én jó magam is. Nagyon egy kicsit régebb óta, mint én, az ízületeket teszi Budapesten helyre, aki erre igényt tart. Egyenes gerincsel jöttem címe, fog majd nekünk remélhetőleg egy szép előadást tartani arról a körről. Kedvesem is majd Edgar Casey-ről szeretne egy kis bemutatót tartani. Ő Amerikában élő jós volt, 1945-ben halt meg, és alvójósnak hívták, mert hogy alvásba lement, és úgy mondta el a dolgokat, nagyon pontosan, sőt, saját magát is így tudta meggyógyítani. Egyetlen egy közvetítő segítségével lehetett hozzá beszélni, kérdéseket föltenni. Fantasztikus, nagyon-nagyon jó látja a dolgokat. Egy-két dologgal én nála nem értek egyet, de attól lehet belőle tanulni. Ha tudjuk a kódokat és a szűrőt oda tesszük, nagyon sokat lehet tőle tanulni, én gondolom. Ami nem kis dolog, úgy gondolom, 2014-ben volt nálunk Kovács Mader András, és most 2016-ban rá két évre, június 10-e szerint, akkor fog ellátogatni újból hozzánk. Kérem már előre a segítségeteket, hogy minél több embernek el tudjuk juttatni ezt az információt, és hogy minél több barátunk, szellemtestvéreink meghallják ezt a hívószót, és jöjjenek el, hallgassák meg az adást, és hívjátok a barátokat, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint te magad. Azután szeretnék a D-vitamin és a nap kapcsolatáról majd előadást tartani. Azután remélem, hogy egy következő hónapban a tenyérelemzésről, a tenyérnek a misztikus dolgairól és a titkairól is szeretnénk egy előadást. Azután a szakrális ünnepek gyökereinkről is szeretnénk majd egy előadást tartani. November, vagyis október 10-én dr. Páros Attilát kértem meg, hogy a Halottak Napja és a Minden Szentek misztériumáról is a történetéről, ebben kapcsolatos dolgokról tartson nekünk egy előadást, és elfogadta. Úgyhogy azt mondta, hogy szívesen eljön. Azután a sorsfeladatunk és megoldásairól is szeretnék egy témában. A decemberi jövői decemberben pedig Hegedűs Máriát kértem fel, hogy Jézus élete példa és útmutatása a mai ember számára lesz. Remélem, hogy tetszik a repertoár, érdekes lesz, és jöttök, hívtok barátokat. Nem? Egyet kell hozni? Tizet.